Szombat délutánban itt vagyunk Kölnben, ahol nem sokára kezdődik a svájci magyar mérkőzés. A magyar szurkolók több ezren skandálva vonultak a stadionhoz. Hajrá magyarok! Hajrá Magyarország! Figyelem, egy bejelentés a rendőrségtől következik. Nem szabad pirotechnikát használni, azzal másokat veszélybe visztek. A rendőrség filmezik, és bűnösöket utalok is meghatároz. Mi lesz az eredmény? 2-0! 2-0 magyarok! 2-1 egy győzelem. 3-2 ide. 2-1 ide. A meccs nehezen indult, 2-0-ra vezetett Svájc, aztán a második félidőben Magyarország tudott szépíteni, de Svájc mégis belőtte a harmadik gólt a hosszabbításban. Így nyertek 3-1-re. Szarok voltunk. Ebbe bealudtunk. Hát én úgy gondolom, hogy a hangulat az nagyon jó volt, igazából mindenben sokkal jobbak voltunk kivéve a pályán. Szerintem az első félidőben egy kicsit az önbizalom nem volt a helyén. Én úgy éreztem, hogy a svájciak egy kicsit erős. Svájciak egy kicsit erősebb önbizalommal jöttek, kicsit szétszórt volt a csapat, viszont a másodikban egyébként én úgy gondolom, hogy nagyon összeszedték magukat, mi be akartuk szurkolni az egyenlítőt, de hát így alakult sajnos az utolsó félidő. Aki nálunk minőség, az alul játszott, gyengék voltunk, és adtunk 70 perc előnyt, de igazából kollektíven gyengébb csapatunk van, ilyen egyszerű. Jobbra számítottatok ennél? Nem volt ez rossz. De. Péter, azért jobbra számítottunk, nem? Tehát az eredmény tekintetében egyébként jobbra számítottuk. Azt gondoltuk, hogy egyébként, hogy egy kicsit közelebb leszünk egymáshoz. Második gólért nagyon kár, tehát az, meg a harmadikért. A harmadik az benne volt, mert nem, nagyon... Az első volt kár, a másodikért és a harmadikért. Tehát nekem végig rossz érzésem volt. Az ilyen tipikus dolog, hogy amikor agyonsztároljuk magunkat és nagyon elhisszük, akkor mindig pofára esünk. Ez megy mióta élek, úgyhogy nem számítottam sokkal jobbra, küzdelemben jobban számítottam. Az első fél idő értékelhetetlen volt, amúgy eredményben nem feltétlen. Ez egy sokkal jobb csapat, mint a miénk. A magyar foci az még mindig egy fejlődő úton van, de azért az ilyen játékosokhoz képest azért sajnos gyengébb. Sokat gondoltunk, de sajnos ez nem volt az, amire mi számítottunk. Nagyon csalódottak vagyunk, de a remény hal meg utoljára. Porajból újraélő Földix Matár, ott leszünk a német meccsen, és ott leszünk egyébként a skót meccsen is. Be kell húznunk. Én úgy gondolom, hogy egyébként a németek ellen már bizonyítottak a srácok, amikor ugye felhozták magukat egy pár éve, úgyhogy én bízom benne, hogy egy X-re ki tudják hozni. A skótokat meg kell verni, és tovább kell menni a csoportból, ez van. Milyen volt bent a hangulat amúgy? Nagyon jó volt. Szívünk, lelkünk ott volt. Nagyon jó volt. Egy emberként mozgott a stadion, jó volt. Egyébként szerintem ez az egész ilyen tök nagy dzsembori. Hát nézz körbe egyébként, tehát én azt gondolom, hogy ez erről szól. Tényleg, hogy együtt vagyunk. Nagyon jó volt, hogy mindenhonnan jöttek a magyar szurkolók, tehát itt Németországból, Magyarországról, ugye nagyon sokan. Úgyhogy tényleg ez azt gondolom, hogy azért nehéz ezt elmondani, mert aki nincs itt, az így nem tudja ezt megérezni, de hogy tényleg jó volt. Úgyhogy ezt így ajánlom mindenkinek. Mi Svájcba élünk, tehát körülbelül 4 éve élünk kint. Bíztunk benne, hogy a kollégáknak tudjuk mondani, hogy nyertünk, sajnos nem úgy alakult. Valószínűleg most ők fognak minket cukkolni ezzel. Ezt le kell nyelni. Tök jó életem van, meg minden. Politikamentesen mondjuk, hogy egy kicsit jobb, hogy jobb az ottani élet, mint otthoni. Már nem akarok beleszólni, hogy kikire szavaz, de a lényeg az, hogy én ott fizetek adót, oda járok orvoshoz, ott fizetünk mindent, ott van lakásom, kocsim, mindenem, családom, feleségem, és de amellett amúgy azért, amikor hazajössz, akkor úgy jössz haza, hogy tényleg hazajöttél. Mindemellett, hogy amúgy nem biztos, hogy hazaköltöznénk, és
de tényleg ezt nem lehet leküzdeni, hogy ha kijössz egy meccsre, akkor viszont piros-fehér-zöld vagy. És ha kimaradtok Svájcban életetek végéig, akkor lesz valaha olyan, hogy a svájciaknak drukkoltok, szerintetek? Soha. Én úgy gondolom, soha. Tehát, hogyha valahol születsz, én nem gondolom, hogy abban meg tudsz változni. Piros-fehér-zöld, az örökké él. Örökké. Abszolút. Legalábbis én úgy gondolom, hogy még a család, még legalább egy generációig úgy nevelsz fel egy gyereket, mondjuk ha lesz, még nincs, hogy őt is magyarként neveled, és talán a következő lesz az, aki már úgy annyira svájci lesz, hogy anyai svájci, nagyapa is svájci, akkor az oké, de mondjuk egy generációk szerintem nem tudsz megváltozni olyan hirtelen. Tehát nem tudod levetkőzni azt, hogy honnan jöttél, nem tudod lefelejteni a nagyszülőket, a szülőket. Tehát lényegtelen, hogy milyen a rendszer otthon, vagy miben élsz otthon, vagy miben nőttél fel, azt nem lehet elfelejteni.